Sziasztok lányok! Arra gondoltam, hogy a mai videóban egy ilyen bevásárlós haul videót láthattok tőlem. Összeírtam, hogy mi az a kaja, amit főzni fogok jövő héten. Ehhez a maradék dolgokat kell megvenni. A hétre nagyjából olyan dolgokat írtam fel a listára, amihez többségében minden van. De azért elmondom nektek, hétfőn csirkepörkölt lesz tésztával, és az kész van, igazából le van fagyasztva a pörkölt. Múltkor dupla adagot csináltam, és maradt a fagyasztóba, úgyhogy ezt fogjuk felolvasztani. Kedden csilis babot fogunk csinálni, szerdán krumpli főzelék lesz fasírtal, csütörtökön risotto, pénteken sült tarja és petrezselymes krumpli, a szombat-vasárnaphoz még nem írtam semmit, mert hogyha megcsúsztunk egy-egy napot, vagy egy-egy kajából marad másnapra, akkor ott általában az a kettő nap plusz-minusz az szokott maradni, vagy van egy nap, amikor mondjuk megkívánunk valami pluszot, akkor mégse az van, mint ami a tervben volt, és akkor... És akkor ez a két nap pont kijön. Ne haragudjatok, hogy egy kicsit zaj van, de megy a mosogatógép, nem vagyok kifestve, mert 40 fok meleg van, és három gyerekkel megyünk bevásárolni mostanában szokás szerint, ahogy hónapok óta mindig, ami egy külön kihívás nekünk. Elmondom, hogy nagyjából mik a tervek. Kell venni a lányomnak egy cipőt, mert ma kiszedtük az összes cipős dolgot mind a három gyerköcnél, és összeírtam, hogy kinek mi kell. A lányomnak kell egy cipő, de az olyan, hogy még egy ovis cipője van, szóval olyan fog kelleni még egy, ha találunk, akkor örülni fog. A nagyfiamnak is kell egy cipő, őneki muszáj, tök mindegy, hogy hol, mert a cipőjét ma kidobtam, mert egyszerűen ő tropára teszi a cipőket. Aztán a férjem felírta, hogy neki kell egy póló, ez necces lesz három gyerekem, mert ő általában a takkóba szeretne pólót venni, és na, értitek? Aztán a Tesco-ba fogunk még menni, fültisztító pálca, krumpli, hagyma, paprika, paradicsom, mert nem jutottam ki ma a piacra, folyékony szappal, lélahagyma, mi az a fagyasztott borsó, só, tej, darált hús, domestos, meg levesgolyó, ilyen dolgok vannak felírva, illetve a Mercuriba kell bemennünk, vissza kell vinnünk ezt a kettő cserepet, és ugye ezt mindig le kell vásárolni, mikor visszaviszünk valamit, és szeretnénk kettő darab villanyégőt, mert nálunk mindenhol hideg fény van, nekem a videózáshoz sokkal ideálisabb a hideg fény, és az egyik, vagyis hát igazából kettő darab lámpában még meleg fényű égőnk van, azt szeretnénk kicserélni. Továbbá a nappalit, hogy most láthattátok, hogy átcsináltuk, a négy lámpából kettőt cseréltünk ki, és kettő meg a régi, és nagyon zavaró, hogy ez a másik kettő ilyen szürke szín, és a többi meg fekete, úgyhogy meg szeretnénk nézni majd, hogy esetleg van-e olyan fekete, ami majd hozzá passzol ehhez, mert sötét szürke lesz majd a falon egy ilyen dekoráció, mindegy lényegtelen, szóval lámpát kell néznünk, illetve az egyik ismerősömnél láttam a héten egy olyan megoldást, képzeljétek el, hogy ugye nekünk az etetőszék már túl kicsi, szóval a rendes széken még nem éri fel az asztalt néni, és nem tudok rendes széket venni sem, mert amilyen asztalunk van, ahhoz csak szedbe adják a széket. Szóval nyilván nem fogok még egy asztalt meg négy széket megvenni azért, mert nekem egy székre szükségem van. És még hasonló sincsen, mint a miénk, és láttam az egyik csajszínál a héten, hogy úgy oldották meg, hogy vettek egy falábú bárszéket, és levágták a széknek a lábát, és így pont akkora méret lett, hogy ezeknek a közepes méretű gyerkőcöknek, akik tényleg 2-3-4 évesek, és még a normál szék az nekik túl nagy, de az etetőszék kicsi, ez egy tök jó megoldás. És így, hogyha azt mondjuk rá egy fekete lenne faszínnál, akkor ezt tök jól meg tudnánk csinálni, és szerintem ez egy nagyon jó megoldás és kreatív, úgyhogy ezt szeretnénk megnézni. Beszéltem már megint 5 percet, és még nem kezdődött el a bevásárlás. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennyi. Összeszedem a csipet csapatot, és elindulunk. Ennyi, megyünk! Milyen hideg, meleg, neutrál?
Na, megérkeztünk, lányok. Nem mondanám azt, hogy három gyerekkel a bevásárlás egy leányálom, mert hazudnék, hogyha ezt mondanám. Nini már full nincsen a bevásárlókocsiban, tök mindegy, hogy hova megyünk, vagy hol bevásárolunk. Hát is még mindig a nagyok sincsenek abba a stádiumban, hogy mindig szót fogadjanak, és ne keringjenek el össze-vissza, úgyhogy ez egy kicsit ilyen izzasztó dolog, de megérkeztünk. A Mercury lámpát nem találtunk. Na, térjünk a bevásárlás részére, mert közben szokás szerint mindig van valakinek valami nyugja. Szóval a Mercury-ban nem találtunk lámpát, úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk olyan lámpákat oda, amiben úgy tényleg mindegyikünk beleszeret, és ami tényleg majd ott feldobja ezt a stílust. Úgyhogy kettő darab ilyen fehérfényű égőt vettünk. Igazából mivel visszavittük a két cserepet, így ezért nem kellett fizetni, még mi kaptunk vissza 2 eurót. Amúgy ezeknek a LED lámpáknak a darabja 2 euró, szóval 4 euró volt összesen. Hoppá. Na és akkor a bevásárlás része. A Tesco-ba voltunk, és a Tesco-ba összesen 56 euró 74 centet fizettünk, és mutatom is, hogy mit vettünk, megfordítom a kamerát, úgy egy kicsit egyszerűbb lesz. Na, kezdjük itt. Hazajött 3 ilyen sima, mogyorós pufi. Nagyon szeretik a gyerekek, és 20-valahány cent, nem tudom pontosan. Mindjárt megkeressük. Hol van, lányok? Nem is talán. 25, igen. 25 cent, és nagyon-nagyon finom. Aztán hazajött egy tortilla, ezt a férjem szereti, én abszolút nem. 2 Lay's chips, hát sajnos a chipsekkel azokkal hadilábon állunk. Aztán jött egy ilyen papírzsepi, általában másik kis papírdobozos papírzsepit használjuk. Ezt csak arra veszem, hogyha a táskákba kell tenni, akkor legyen. Csípős paprika, és remélem, hogy csípni is fog. Elfelejtettem vinni a táskáimat, mert egyszerűen teljesen összeszedetlen vagyok. Paprika, paradicsom, 2 adag hagyma. A hagyma nálunk nagyon fogy, még teát is készítek hagymából szinte heti szinten, és ugye minden ételhez kell. Aztán egy ilyen utántöltő folyékony szappan. Hazajött egy citromos Nikolaus vodka, hogyha már nagyon kiakadnák, oppá, mit műveltem. Ha már nagyon kiakadnánk, akkor legyen egy kis lazító. Ezeket így el szoktuk szürcsölgetni a férjemmel, ezeket a kis citruszos vodkát. Aztán hazajött 10 darab tojás. Itt van egy gombakrémleves. Nem ettem még ilyen gombakrémlevest, sőt igazából a krémleveseket se. Ezt a 2 fajtát hoztuk, ezt ki szeretném próbálni. Illetve ezek beváltak a sima ilyen kis metéltészták. Hogyha nincs időm főzni, de mondjuk nekem a gyerekek eléggé levesesek, akkor ezeket mindig be tudom vetni. Aztán egy rizs, ez direkt ilyen pici szemű rizibizinek való rizs, és nekünk ezek nagyon beváltak. Ez 2 euró volt, nem mondom az árakat, mert amúgy nem tudom fejből, de majd a végén ide teszem a blokkot, és hogyha valakit érdekel, akkor ki tudja keresni. Egy popsi törlő, igazából a gyerekek emegettek, ugye mindegyik gyerek egy-egy fánkot, és így pikpak ki tudtuk nyitni, és le tudtuk törölni a szájukat. Aztán 1/2 kiló darált hús a jövő heti fasírthoz. Krumpli, illetve 2 ilyen sűrített paradicsom. Én ezeket nagyon sok mindenben használom, levesekbe, pörköltekhez, spagettibe, mindenbe. Aztán 2 fej fokhagyma, 1 liter tej. Azért hoztunk csak 1 liter tejet, általában kartonszám szoktuk, mert a Lidlben sokkal jobb szerintem a tejtermék, és hogyha van rá mód, akkor inkább onnan pótoljuk majd. 4 darab jó nagy lila hagyma, egy adag só, 1/2 dinnye. Igazából visszatesztük azt a dinnyét, ami egészben volt, mert ugyanannyiba került félbevágva, és itt láttuk, hogy eléggé jó piros, mert mi azért sokszor bebukjuk vele. Aztán egy csomag fültisztító pálca, illetve egy ilyen barna kenyér. Na és aztán jöjjön egy kis plusz. Én nagyon, hogyha valami kell a gyerekeknek, akkor általában engedem, hogy ők választák ki, és most jött velünk a nagyfiunk, aki most már fog menni az iskolába, és választott magának egy toltartót. Ebben itt hátul van olyan, hogy órarendnek, mindjárt ez pont az eleje, vagy a másik fele, nem is tudom. Bocsássatok meg, de egy kézzel kinyitni eléggé nehéz. Szóval itt van ilyen rész, hogy az órarendnek, meg
radíroknak. Megmondom őszintén, na, hogy... visszafordítom a kamerát, megmondom őszintén, hogy én szívem szerint olyan toltartót választottam volna neki, amiben csak úgy bele kell dobálni a cuccokat, méghozzá azért, mert tudom, hogy ő eléggé ilyen hanyag természet, amíg mondjuk a lányom olyan, hogy ő mindent precíz, pontosan visszatesz oda, ahova kell a film, egy kicsit így hanyagabb, és őt nem zavarják ezek a dolgok, és hát nem tudom, hogy ez mennyire lesz praktikus, mindegy, nem volt egy extra drága dolog, tényleg három ilyen kis fak van benne, és megmondom őszintén, hogy én toltartomániás voltam gyerekként, rengeteg toltartom volt. Engedtem neki, hogyha ezt szeretné választani, akkor hadd válassza ezt, ennyi. Remélem, hogy be fog válni neki, pókemberes. Na, aztán szintén ő választott egy ilyen tornazsákot, ez egy sima ilyen kis... hát kis tasi igazából, a torna cucca lesz benne. Nem túl sok minden kell nekik az iskolába, mert nagyon sok mindent kellett befizetnünk egy 50 eurót, és akkor ők adják majd az iskolatáskát, meg ilyet, és felírták, hogy mi az, amit nekünk kell venni. Egy adag színes ceruza, a grafitokat ők veszik, a radírt nem tudom, de azért vettem, úgyis elfogy. Aztán... füzetborítók, 10-et vettünk ilyen könyvborítóból, illetve 10-et ebből a füzetborítóból, és ma ugye kiszemeltem a cipőiket, úgyhogy vett egy cipőt, ezt választotta, ezt a cipőt, ezt megmondom, ezt nem kicsit sokaltam, 18 euró volt, szóval forintba, érdekesen van ráírva, 5490 forint. Ezt választotta, ilyenekben hagyom őket, hogy egy kicsit ők döntsenek maguk, és választott még egy ilyen uzsonnás dobozt, hogy ebbe fogja vinni a kis 10 óraiját az iskolába, úgyhogy azt hiszem, hogy ennyi lett volna. Ez minden, amit vettünk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, köszönöm, hogy velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!